Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk sportlegendák sorozatunkat. Mai vendégem a magyar kosárlabdás élő legendája, volt két bajnoki címen Honvéddal, három arany az Alba Komppal, az Alba Régia Sportklub elnökeként is van egy aranyérme. Aztán nyakába vette a világot, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors, Detroit Pistons, utána Strasbourg, Zalgiris Kaunas, Vitória Spanyolországban és a Gran Canaria. Ugye ez 2006-ban volt már. Aki esetleg nem találta ki, bár én azt hiszem, hogy nincs ilyen ember a Földön, aki valamelyest is kedveli a sportot, hogy nem tudja, hogy a vendégem Dávid Kornél. Szervusz! Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket! Tisztelettel köszöntelek! Kezdjük az elején. Nemrégiben arról beszélgettünk, mégpedig egy remek kosárlabdázó barátunkkal, Balsai Miklóssal, aki ugye a Sopronnal annak idején népköztársasági kupát nyert, a nagyon-nagyon régen volt, hogy nagyon későn kezdte a játékot. És arra hivatkozott, hogy de ez nem baj, mert hogy lám-lám, Dávid Kornél is így, aki kicsit későn, mármint ahhoz képest, hogy ma már ugye az akadémiákon nagyon korán megkezdődik a képzés. Hogy is volt ez? Hát igen, ez tényleg így volt, hogy én a kosárlabdával ugyan család révén, már hiszen a bátyám még iskolában, általános iskolában kosárlabdázott, úgy ismerkedtem, de nem nagyon kosárlabdáztam, én is fociztam, mint akkor a hasonló nagy többség, ugye, és a foci volt az első szerelmem, úgyhogy rendszeresen jártam edzésekre, úgyhogy nem is igazán a kosárlabda érdekelt. De aztán ezt már nagyon sokszor elmondtam, hogy ugye úgy hozta az élet, hogy egyrészt a fociban váltani kellett, hiszen úgy éreztem, hogy egyrésztől valószínűleg kevesebb tehetségem van, másrészt az adottságaim is inkább egy másik sportág felé irányítottak, és a kosárlabda volt a kézenfekvő, hiszen magas srác voltam, és úgy kerültem kosárlabdával kapcsolatba, hogy akkor már gimnazista voltam, és gimnáziumban kezdtem el játszani, aztán gimnáziumból ugye először a Honvédban kezdtem az alapokat, aztán utána Malév, aztán ismét Honvéd. Úgyhogy elég későn, 16 éves voltam, amikor először ugye úgymond hivatalos keretek között a kosárlabdát fogtam a kezemben. Áldjuk azt az embert, aki felfedezett. Ki volt ők? Ki gondolta azt, hogy nem csak magas vagy, hanem megvannak azok az adottságok pluszban értelemszerűen, ami ahhoz is kell, hogy valaki egy jó pályát fusson be? Érdekes, mert egy embert nem igazán tudok kiemelni, és nem is szeretnék egyet kiemelni, hiszen az első évem a Honvédban az csalódással ért véget, hiszen onnan nem vittek tovább, ugye utolsó éves serdülőként azt mondták, hogy már ugye az NB1 ifibe úgymond nem tudok bekerülni, mert nem vagyok elég jó, és ezért kerültem a Malévba, ezért mentem egy olyan csapathoz, ahol, és pont azért a Malévba mentem, akkor még volt ilyen egyesület, mert egy hasonlóan eltanácsolt, vagy olyan srác mondta, hogy akkor menjünk, próbáljuk meg ott van egy olyan volt NB1-es mag, akik ugye idősebbek, kiöregedtek, de lehet, hogy tőlük lehet tanulni, és így kerültünk oda egyébként. És aztán ott is ugye próbajáték után vettek föl, és onnan fedeztek föl végül is az ifi válogatottba, ugye akkor Lukács Sándor, Mészáros Lajos, Kőlő László, akkor időben ugye akörül voltak az edzőm, akkor a Malévban Kőlő László volt, ő ugye nem egy ismert személyiség, ő adott először lehetőséget, de utána Lukács Sándor, Mészáros Lajos, Nagy Gábor, aki nem az a Nagy Gábor, hanem a Fehérvári Nagy Gábor, aki ugye Pakson utánpótlásban dolgozik azóta is, ők volt úgymond, akik felfigyeltek rám, és azt mondták, hogy bennem lehet fantázia. És akkor jött a felnőtt kor. Mondom, akkor már nem volt kérdéses, hogy ott a helyed az élvonalban, tehát egy olyan élvonali csapatban, amelyik általában a bajnoki címért küzd, tehát ez volt a Honvéd jelesül, hiszen ott megvolt a rutin, és megvolt az a lehetőség is, hogy a fiatalok fejlődhessenek. Így van. A Honvéd akkor egyrészt egy nagy múltú csapat volt, másrészt pedig a bajnokságra tört minden évben, és ezt szerette volna továbbvinni, ugye a hagyományok kötelezték, hogy mindig a legjobbak között legyen, és ezért volt egy olyan viszonylag kiegyensúlyozott társaság, hogy,
egyrészt idősebb, rutinosabb játékosok, fiatalok, ugye bevonultatott katonák, vagy bevonuló katonák, más városokból jöttek, de mindig egy jó hangot társaság volt, akik a tehetségek, rengeteg tehetség közé kerültem, jó edzőink voltak, és onnan lehetett igazán fejlődni. Ugye azt nagyon is jól tudjuk, hogy a változást itt Székesfehérváron és általában a kosárlabdában is a rendszerváltozás hozta meg. Ugye ez kötelező volt, hiszen jó néhány klubnak elengedte az úgymond segítő nagyvállalat a kezét, lásd videóton itt Székesfehérváron, és leginkább a vezetői kvalitásokon múlt, hogy hogyan tudnak csapatot építeni. Na most ez Székesfehérváron sikerült, hiszen az Albakompnak és még előtte a Sztojánéknak köszönhetően, Nádasdy Ferencnek köszönhetően sikerült egy olyan klubot csinálni, ami képes volt arra, hogy megszerezze azokat a játékosokat, tehát lásd Trusin például ugye az elején, itt az Albakompnál, akik aztán elindultak azon az úton, amit azóta is aranykorszakként emlegetünk. Te hogy kerültél képbe Fehérvárra? Hát érdekes volt, mert én előtte ugye a Honvédból már ugye akkor ugye válogatott játékos voltam, sőt ugye nyertünk bajnokságot is, én próbálkoztam Zalaegerszeggel, ott voltam egy hónapot lent. Hát én kerestem azokat azt a lehetőséget egy idő után, hogy hol lehet tovább, mi a következő kihívás. És először Zalaegerszegen voltam egy hónapig, aztán ott az átigazolásom körül voltak különböző problémák, akkor visszakerültem a Honvédba. És pont az Alba akkor abban az időben egy olyan csapat volt, ami erősen döngette már ugye akkori nagy négy csapatnak a hegemóniát, és szeretett volna nagy négy csapat közé bejutni. Akkor már ugye Szizovval, Trusinnal, jó magyar maggal, én azt gondoltam, hogy itt van olyan vízió, és ez volt Nagy Gábor és Mináróvics János, akik megkerestek, és azt mondták, hogy ők szeretnék a hosszú távra szerződnék, hosszú távra gondolkodnak, ők nekik a céljuk az, hogy bajnokságot kell nyerni. És meg volt minden hagyomány ehhez. Ugye én játszottam sokszor a Vidi ellen itt előtte, tehát tudom, hogy Székesfehérváron szerették a kosárlabdát, ráadásul ugye közel volt Budapesthez is, tehát minden úgy tűnt abban az időben, hogy ez lehet egy nagyon jó döntés, hogy ide kerültem, és annak ellenére az első év nem úgy alakult, tehát én egyből szerettem volna már oda kerülni, hogy nyilván egyből döntőt játszunk, de azért kellett ráválni két évet, tehát ez a 93-94 körüli időszak volt, én azt gondolom, nagyon jó döntést hoztam, hogy Fehérvárra jöttem. És ráadásul lépésről lépésre fejlődött a csapat, és sikerült megtalálni azokat a légiósokat, soha nem fogjuk elfelejteni ezeket a neveket, értelem Shannonnal az élen, akik megalapozták, nyilván a vezérszerep ráthárult, de azért itt voltak a Roliék is, itt volt egy fehérvári mag, akikben lehetett bízni. És jött Farkas Sanyi értelemszerűen, Zala Gyöngye, aki azért nagyon sokat tett azért, hogy ebből a sok sztárból és a remek képességű játékosból egy egységes csapat lehetett. Az tuti volt, hogy a bajnoki cím. Mert hogy mi minden mérkőzést közvetítettünk, a Somos Fivérek vagy valaki, és ma is rácsodálkozunk, hogy voltak ott azért kemény meccsek is. Igen, voltak kemény meccsek, és pont az, amit említettél, hogy egy építkezésnek volt ez a következménye, hogy egyrészt a türelem meg volt a vezetőségben, hogy egy hosszabb távú vízió volt előttük, hiszen ez nem csak arra 2-3-4-5 évre tevődik, amikor már igazán sikeresek lettünk, hanem előtte is, ahogy mondod, egy jó mag volt, megtalálták a megfelelő, tehát minden úgy alakult, ami tényleg azt mondott, hogy ebből lehet valami, de az, hogy megnyerjük a bajnokságot, azért ahhoz ott azokban a mérkőzéseken, a napi edzéseken kellett rengeteg tenni, kellett hozzá egy nagyon jó edző, aki megtalálta a hangot természetesen a játékosokkal, megtalálta az egyensúlyt a játékosok között. Nem volt ez mindig olyan egyszerű, mert ugye sok jó játékos sokszor, hogyha nem úgy alakulnak a dolgok, akkor akár szétfelé is mert, de nálunk valahogy úgy volt, hogy aki érkezett, teljesen egy előtte hol játszott, mindig beállt valahogy a sorba, és ezért kellett egy jó edző ahhoz, aki megtalálja ezeknek a játékosoknak azt gondolom a megfelelő helyét, és amikor megy a csapatnak, akkor ugye még akik kevesebbet is játsznak, vagy úgymond idézőjelben kevesebb szerep is rá
jut rájuk, vagy kívülről úgy látszik, hogy kevesebb szerep hárul rájuk. Én azt gondolom, azok is nagyon a mindennapokban rengeteget tettek azért, hogy sikeres legyen a csapat. Tehát ez egy csapat győzelme volt. Világos. Azért, mert kérdezettem ezt, mert a közönségnek általában, sőt az újságírónak is az idilli jut leginkább. Ugye beszéltél egy vízióról, ugye három bajnoki cím, ez eddig rendben van. Beszéltél, kétszer is mondtál, kimondtad ezt a bűvös szót. Volt-e víziód arra nézve, hogy a te utad a tengeren túlra kell, hogy vezessen? Azt tudjuk, hogy meghatározó játékos voltál az NBA egy legjobbja. De ez korán sem természetes, hogy valaki elindul, hiszen a draftok korszakát éljük ma is, és az NBA az egy kicsit más a draft. Hát ilyen vízióm nem volt, hogy most én az NBA-ben fogok játszani. Nagyon messzinek és távolnak tűnt az egész. Olyan vízióm volt, hogy külföldön meg szeretném magam próbálni. Tehát az mindig volt bennem, hogy egy bizonyos szint után úgy éreztem, hogy mindig tovább kell lépni, és valamit keresni kell, olyan lehetőséget, ami újabb kihívásokat jelenthet, az most legyen Magyarországon belül, vagy külföldön. És a külföld volt a következő lépés, de nagyon kevés volt a külföldre a lehetőség, ugye akkor még nem volt sem menedzser, semmi ilyesmi nekem, úgyhogy nagyon nehéz út volt arra, hogy az ember kijusson egy olyan helyre, ahol játszik is, és lehetőséget kap. És ezért kellett szinte a lehetetlen utat választani, mert hiszen ez egy olyan lehetetlen útnak bizonyult abban az időben, ami akkor elképzelhetetlen volt, hogy tényleg, amikor saját magam megveszem a repülőjegyemet, kimegyek egy nyári ligába, és ott próbálok szerencsét egy olyan közegbe, amiről semmit nem tudok, annyit, amennyit látott bárki más a tévén, vagy mérkőzéseken, és ott kellett ugye bizonyítanom folyamatosan. Ez egy teljesen olyan út, ami előtte nem igazán volt, sőt abban az időben nem is volt rá példa. Hát a Jordan éra kellős közepén érkeztél meg Amerikába, és én azt gondolom, hogy ennél feljebb nincsen csapatsportban, ezt mondhatjuk, hiszen ne feledjük, hogy mi, akik csak néha láttunk akkoriban még NBA mérkőzést, de az olimpián láthattuk, hogy olyan szinten ugye a legkisebb arányú győzelmük 30-35 pont volt, ha jól emlékszem. Mi azt láttuk, mert hogy ott a szintek kiegyenlítődnek azokon a mérkőzéseken, hogy játszik ugyanúgy. Holott rá kellett jönnünk, hogy ez egy sokkal, de sokkal magasabb szint, mint amit megismertünk. Neked hogy sikerült a beilleszkedés? Hiszen azt tudjuk, hogy nehéz volt, viszont akkor nem játszottál volna ennyi klubban, ha ez nem jön össze. Igen, érdekes volt, mert ugye ez is egy óriási kihívás volt nagyon sok szempontból, ugye a komfortzónából idézőjelesen, amikor az ember kikerül, akkor minden bizonytalan, és minden, semmit nem lehet előre gondolni, hogy mi fog történni, és ott kellett nekem megélnem mindent egyik pillanatról a másikra, és ott kellett felvennem ezt a ritmust, ott kellett megtanulnom az ottani szokásokat, ami igen sok nehézséggel és problémákkal járt, de úgy tekintettem rá, hogy ez óriási kihívás, és hogy valahol meg kell mutatnom, bizonyítanom kell, hogy nem véletlenül vagyok itt, hogy nincs olyan, aki ott áll mögöttem és lök előre, hanem annak ellenére, hogy ugye az ittoniak, a család, az szüleim, mindenki próbált segíteni, de hát őnek is minden új volt, és ők se tudták, hogy mire készül az ember. Aztán meg kell próbálnom felvenni ott a harcot, és mindenféle hátrányommal, ugye ott később kezdtem, viszonylag képzetlen voltam bizonyos posztokon, ahol próbálkoztak velem, fizikailag nem voltam még ott, ahol kellett volna lennem. Egy csomó olyan dolog volt, ami pályán is pályán kívül, amit meg kell tanulnom, de mivel ezt kihívásnak vettem, így próbáltam helytállni. Február 5-e, ugye ez a történelmi nap, akkor léptél először pályára. Addigra már nyilván levetkőzted a kis hitűséget, vagy volt benned egyáltalán félsz? Félsz nem volt bennem, mondom, inkább az volt, hogy meg kell felelnem. Mindenképpen meg kell felelnem az elvárásoknak, és ezért mindent meg is tettem, hogy ez így legyen. Ugye a Utah ellen játszott el először a Utahban Karl Malone és a többi, tehát uramisten mondaná erre Eperjes Szamóca barátom. Hogyan építetted fel magad?
Hát egyszerű volt, mert ugye sokat gondolkodni nem nagyon lehetett azon, hogy most hol is van az ember. Egyébként akkor, és az a pillanatot nem fogom elfelejteni soha, amikor ugye az ember ott állt, leotották a villant, és végigjátsszák ugye a himnusz, az amerikai himnuszt, sajnos nem a magyar, hanem az amerikai, de akkor van az embernek ugye egy pillanatja a mérkőzésen elgondolkodni, hogy hol is van, és akkor szembenéz a másik oldalra, és azokat a játékosokat, Carmelo, John Stockton, stb., akik előtőleg a bajnoki döntőt játszották, és én is itthonról ugyanúgy néztem a bajnoki döntőt, mint bárki más, ugye a Bulls ellen, most azokkal nézek farkas szemet. Ez akkor úgy azért megfogott egy pillanatra, de amint bekerültem a pályára, onnantól már nem. Onnantól már, mintha ilyen buborékban lenne az ember, onnantól arra figyel, hogy ott a labda, és azt valahogy a gyűrűbe be kell jutatni, ott az előtted lévő ember, ezt valahogy át kell játszani, vagy ki kell védekezni, akkor már nem volt arra idő, hogy ezen rágódjak, vagy gondolkodjak. Inkább a későbbiekben, amikor már ugye nem voltam a ligában, akkor tisztul le az a dolog, hogy az ember hol is volt, vagy amikor visszanézek egy-egy ilyen régi képet, vagy a régi felvételt, és azon látom, hogy hol is voltam, hogy játszottam, akkor tisztul le az emberbe, hogy ez azért egy jó dolog volt. Óriási különbség van a játék között. Hogy tudtad megszokni azt, hogy nincs zóna például, hogy olyanok védekeznek rajta, nem rajtad, mint mondjuk Rodman, hogy olyan társ válod a paszt, mint Scottie Pippen? Hát a sebesség és a fizikalitás az teljesen más volt. Az, hogy ugye a fizikalitás nem feltétlenül a kontaktra, egymás elleni kontaktra, hanem a játékosok atletikusabbak, magasabbak, erősebbek, gyorsabbak voltak a labdával, mindennel. Ez az, ami az első edzésen már szembetűnő, tehát mindent sokkal gyorsabban csináltak, minden gyorsabban reagáltak le. Tehát amíg itt Magyarországon ugye egy lepattanó el kellett menni, vagy akár egy nemzetközi mérkőzésen a válogatottba, addig ott ezek olyan gyorsan történtek, hogy az embernek ott vagy reagál, vagy aztán elveszik, tehát ezt nagyon gyorsan fel kellett venni, és a képzettség is megvolt ezekhez, ugye már nem elég gyorsan csinálni dolgokat, hanem ugye képzetnek is kell lenni, és azért ebben volt lemaradás, és ezt folyamatosan a pályafutásom alatt gyakorolnom kellett külön azokat a dolgokat, amiket ugye nekem kimaradtak, pont abból adódóan, hogy ugye nem később kezdtem a játékot, ezt folyamatosan egész pályafutásom alatt pótoltam, de ezek voltak a dolgok, amiket én első pillanattól kezdve különbségek voltak. Onnantól kezdve, hogy edzésre menni, figyelni az edzőhöz, megtanulta az ember már a terminológiákat, hogy miket használ, milyen kifejezéseket használ, utántól már megszokottá vált blog, de azt bele kell tenni egy jó fél évnek, míg ez megtörtént. Nyilvánvaló, és az év végén viszont Clevelandbe mentél, akkor már kellően elős voltál, mondom én, mentálisan, tehát fizikailag, technikailag, taktikailag már tudtad, hogy mi az NBA, de a legfontosabb talán az, hogy azok a mentális zavarok, amik az első pillanatban szerintem jellemzik, ha valaki egy idegen közegbe kerül, azok elmúltak. Mi vitt Clevelandbe? Így van. Hát ugye a egyrésztről az már második éven volt, és sőt, ha úgy veszük a harmadik, mert ugye előtte volt egy rövid időszak, amikor csak a előszezonban voltam kint, és akkor már tényleg minden úgymond megszokottá vált, és tudtam, hogy mire készülhetek. És ez a csapat, ugye amikor a Bulls-tól eljöttem, ez a csapat volt az első, aki abba az időt vallumban, amíg voltam ezen a bizonyos várakozó listán, egyből fölvettek, úgyhogy egyből oda kellett mennem. Viszont ott a lehetőségek teljesen mások voltak, egyrésztől a csapat szerkezete, a csapat teljesítménye, az edző és a kulcsjátékosok, így ott szinte alig kaptam lehetőséget. És az azért volt furcsa, mert pont az első szezonomban kaptam a legtöbb lehetőséget, és általában ez így szokott történni, amikor úgy szokott történni a játékosoknál, az első szezonban kap viszonylag kevesebb lehetőséget, és utána épül egyre jobban felfelé, tehát minden évben többet játszik, én nekem pont fordítva, az első évben játszottam majdnem 20 perceket, és onnantól kezdve egyre kevesebbet játszottam, és ezt azért nagyon nehezebb volt megélni is ilyen szempontból, mert én úgy éreztem, hogy pont azért, amit említettél, hogy egyrészt fizikálisan, mentálisan, mindenhol már jobb vagyok, mint az előző évben, és mégis a lehetőségeim nem úgy jönnek, mint ahogy előzőleg volt. Akkor már elmúlt az a varázs, hogy minden aréna új, ugye már minden arénát ugye végigjártam, játszottam, ott már nem volt az a huplá érzés, vagy nem tudom mi, hogy itt vagyok az NBA, hanem ott tényleg azt akartam, hogy minden mérkőzésen bizonyítani, és a lehetőségeim egyre csökkentek, és ezért
ezért egy kicsit olyan letargikus állapotba is kerültem egy picit, de ugyanakkor úgy, újabb lökést adott, hogy még többet kell dolgoznom, hogy hát ha majd a következő évben, vagy a következő csapatnál újabb lehetőségem lesz, és lett is egyébként, meg utána még lett is, csak az időből lassan futottam kifelé. Igen, Cleveland után egy kevés időt itthon töltöttél, aztán jött Toronto és Detroit. Így van. Az nagyon jó volt hazajönni egy részről, mert hazai itthoni környezetben tudtam játszani, ráadásul ismételten nyertünk. Nekünk is jó volt. Igen, tehát ezért az egy nagyon óriási hangulat volt, sose felejtem, amikor hazajöttem, a Vokba játszottunk, mert a csarnok akkor épült, vagy szépült, vagy nem is tudom mi volt, és óriási hangulat volt. Egész kosárláz volt itt Fehérváron, és nagyon jó volt itthon játszani. Aztán, de továbbra is az volt bennem, hogy azért csak az NBA, ami a csúcs, és addig próbálkoztam, amíg lehetőséget kaptam. És ez tényleg így volt, hogy jött a következő lehetőség, hogy ez a Raptors, vagy a Detroit, a Raptors, ugyanis a végén a Washington, sőt a Celticsnél is voltam egy nyári ligában. Tehát amíg úgy éreztem, hogy a csapatok érdeklődnek és lehetőséget adnak, addig akármi is történik, nekem meg kell próbálnom, hogy ott ragadjak, és így is történt, amíg volt lehetőségem egészen ugye az utolsó nyári ligámig, addig ezen részt vettem, és onnan, amikor úgy gondoltam, hogy most már innentől elég, akkor jöttem vissza Európába. Igen, és Európa is nagyon-nagyon fontos. A francia liga erős volt, a válogatottjuk is valamelyest, viszont én a litvánokat kérdezném, mert mindenki rácsodálkozik, akkor ott tudnunk kell, hogy a Szovjetunió szétesése után a kosárlabda a Litvániában maradt, hiszen világsztárok voltak, tehát Szabonisékat említjük, stb. És hát zseniális csapatuk volt. Igen. Volt Oroszország és Litvánia, igen, nyilvánvaló. Igen. És arról nem beszélve, hogy utána pedig hát a spanyol bajnokság megint csak számtalan NBA játékost adott, és tehát Európában ott voltak a spiccen. Ez az időszak, ez kihozta azt, hogy amit az NBA-ben tanultál, azt akár euroligás szinten tudott hasznosítani? Igen, én azt gondolom, hogy igen. Egyrészt mind önbizalomban, mind a legjobb korban voltam fizikálisan is, mindenhogy. Én a tapasztalatokban, én azt hiszem, mind a litván kaland, úgymond, vagy az a litván év nagyon sokat adott nekem, hiszen egy olyan országban játszottam, ahol a kosárda az első, és ugye a Zalgiris Kaunas az egyik legnagyobb történelmi csapat, bajnokságot nyertünk, tehát egy nagyon jó csapatban, Euroligában nagyon jól szerepeltünk. Tehát nagyon sokat adott, nagyon szerettem Litvániát, mai napig szívesen megyek vissza már játékosokat nézni. De ugyanezt mondható előzőleg Franciaországban, aztán Spanyolország volt ugye a csúcs, hiszen mindig ott szerettem volna igazán játszani, és az 5 év, amit ott töltöttem, egyrészt a két Euroliga döntő, amit a Final Four-ok és a nagy döntő, amit játszottam, ez egy nagyon kemény edző kezei között, egy nagyon jó csapatban, és azok a játékosok, akikkel én akkor játszottam, azok utána mind az NBA-be kerültek, tehát egy igazán jó csapatunk volt. Sok sikerrel, sok döntővel, elbukott döntőkkel, tehát volt pozitív és negatív dolog is, de mindig ott, és ennek örülök a legjobban, hogy akárhol játszottam, mindig az a csapat abban az országban a győzelembe tört, és esélye volt arra, hogy nyerjen. És azért egy ilyen csapatba játszani, ilyen csapatokba játszani mindig jó, és még az utolsó 2 évem ugye Kanári-szigeteken, amikor Európa kupás csapatba játszottam, mi akkor ugye nem a bajnokságra már nem törtünk, de a rájátszásban ott voltunk, a spanyol kupában ott voltunk, és az Európa kupában, a Eurocupban is szerepeltünk mindkét évben, tehát én úgy érzem, hogy jó volt ott is, tehát akármelyik állomás sem volt, rengeteg pozitívum. Igen, ezért szoktunk arról beszélgetni, hogy néha lesajnálom annak, hogy nem nyer a hangáik, nem nyernek. Mondom, gyerekek, hát az, ahol egy Real Madrid és egy Barcelona, és mondjuk az Ádámnak az előző csapata verseng a spanyol bajnoki címért, és mindig ott vannak a 8-as döntőben, igen, legalábbis, tehát CSKA Moszkvába, Panathinaikosz, Olimpiakosz, ahol ömlik a pénz, zsákszám öntik be a kosárlabdába, hiszen ne feledjük, ezekben az országban továbbra is a futball mellett a kosárlabda a legnépszerűbb csapatsportág mindenképpen. Én is azt mondom, hogy persze nagyon jó nyerni, de még jobb
én azt gondolom, amikor olyan csapatba játszik az ember, akinek esélye van nyerni. Tehát, és az Ádám is most ugye Barcelonában olyan csapatba játszik, aminek esélye van nyerni, mind az Euroligát, mind a spanyol bajnokságot, és ez nagyon jó dolog. Sokkal jobb olyan csapatban játszani, mert ez egyrészt az ember pályafutását is meg tudja hosszabbítani, másrészt sokkal jobb úgy edzésre menni, és a mérkőzésre érkezni, hogy győztes, valahogy valószínűség egy győztes csapatban játszik az ember. Aztán, hogy a végén mi múlik egy-egy dobáson, vagy nem, persze az ember akkor csalódott, de azért elmondhatja, hogy döntőt játszik, és ott van a végén az előbben, és szerintem ez a szép igazán a amikor eljött sportban. A visszavonulás ideje, volt-e határozott jövőképed? Abszolút volt. Tehát amikor már előtte is készültem arra, ugye az NBA-s tapasztalat alapján, hogy jó lenne mindenképpen valamilyen formában visszakerülni az NBA-be, és ott tanulni a kosárlabdát, vagy ott folytatni, ahol ugye a legmagasabb szinten folyik, és pont azért, mert számtalan olyan kérdés volt bennem, ami a pályafutásom alatt, hogy miért történt ez, vagy miért nem így történt, ennek kíváncsi voltam a válaszaira is, és ezeket a válaszokat megkaptam most, mert ugye 7 éve vagyok a Milwaukee Bucks-nak a kötelékébe, előtte ugye összesen 10 éve most már az NBA-ben vagyok, úgymond, és egy csomó olyan dologra megkaptam a választ, hogy mi miért történik, és főleg most a Bucks-nál ugye a 7. éve, ahonnan mi kezdtük, egy kis csapattól, és ahol most vagyunk jelen pillanatban. A csúcson. Tehát végigéltem azt, hogy mindazok az emberekkel szerencsére, akik ott vannak, és ott a general manager, hogy mi kell ahhoz, hogy egy csapat sikeres legyen, és látom azt, hogy mi alapján döntenek játékosokról, hogy áll össze a csapat, hogy állítják össze a csapat. Egy csomó olyan dolgot látok és tanulok nap mint nap, ami nagyon is érdekelt mindig, és való erre is készültem, és hát hál' Istennek rengeteg kosárlabdát nézek, ami meg örökké a szerelmem. Így van, tehát mennyi időt töltesz egyébként kint? Hát Amerikában általában évente olyan 4-5-ször megyek, rövidebb, hosszabb időkre, de főleg ugye Európába utazgatom, olyan hét nincs, hogy ne utaznék, inkább úgy mondanám. Úgyhogy ezért is köszönöm, hogy itt vagy, hogy megtiszteltél bennünket, de egy kicsit jöjjünk haza, mármint ide Fehérvárra. Ugye a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia egy fontos lépcső volt, nem csak azért, mert névadója vagy, és nem csak édesapádokán, hanem azért is, mert a gyerekeket óvatatlanul is minden nagy név csábítja, és hát ez a jövő, mármint az, hogy az alapoknál kell kezdeni, és méghozzá minél korábban. Így van, hát ugye most már 20 év telt el, hogy az akadémia, az elsők voltunk, az elsők között voltunk, akik akkor még ugye nem így hívták, vagy nem így nevezték az utánpótlást, mint ahogy mi nevezzük, vagy mi neveztük akkor. És óriási öröm volt látni azt, hogy mennyi gyerek, az alatt a 20 év alatt mennyi gyerek foglalkozott a sporttal, és ezen belül a kosárlabdával, kik kerültek ki tőlünk, kik kerültek be a felnőtt csapatba, vagy akár a válogatottba, és ez egy nagyon jó dolog, de főleg az, hogy rengeteg gyereket mozgattunk meg, most már ugye fiúkat és lányokat, és ennek van értelme igazán ezt csinálni, és remélem nagyon sokáig fogjuk ezt csinálni, én bízom benne, főleg a mai világban, amikor nagyon sok minden más is elveszi ugye a gyereknek a érdeklődését a sporttól, de én bízom benne, hogy ez hosszú távra is, még hosszabb távra is marad, és még tudunk növekedni, még tudunk erősödni, és túl tudunk lépni az adott időszak nehézségein. Persze ez mindenben segítség kell, mert egyedül ugye nem megy, de bízom benne, hogy így alakul, és örülök, hogy ez így minden nehézséggel és minden problémával együtt meg kell élni. Egy fájdalmam van, hogy mivel nagyon keveset vagyok itthon, viszonylag kevesebb időt tudok ezzel foglalkozni, sokkal többet szeretnék. Tehát az lenne jó, hogyha tényleg ott tudnék lenni naponta az edzéseken, ott tudnék lenni minden mérkőzésein, de sajnos most idén még az a nehéz helyzet is van, hogy saját lányomnak a mérkőzéseire se tudok igazán eljutni, ami nagy fájdalmam, de hát remélem, hogy ez változni fog, és valahogy majd úgy alakul a munkám is, hogy ezt majd a közeljövőben, akár most tavasszal, vagy a jövő évben több időm lesz, mert amikor tudok, akkor viszont vagyok, és próbálom ugye a Gáborral, a Matus Gáborral, aki viszi a hátán
az egészet szerencsére. Ugye vele próbálok intézni a dolgokat, a ügyeket. Nos, hát köszönöm szépen, és természetesen szeretnénk minél többet látni, hogy felnézhessünk rád, nem csak szó szerint is, akár. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen. És hát vidd a jó hírét a Dávid Kornéli annak a generációnak, mert azt hiszem, hogy ez mindennél többet ér. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm is lehetőséget. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Dávid Kornél volt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!